Napsütéses májusi délelőtt, nagy sürgés, forgás, valami készülőben van a Kéthyi focipályán. Annak ellenére, hogy ezúttal nem a bőrlabdát rugdosták a csapatok, a versenyszellem azért munkálkodott a résztvevőkben. Izzasztó foci meccs helyett most a gasztronómiában mérhették össze erejüket a megjelentek. Idén szó szerint első ízben kolbásztöltő fesztivált és falunapot tartottak Kéthyen. Nagyon szerettük volna mi is egyszer egy ilyen disznótoros rendezvényt csinálni, de sajnos nálunk ez nem megoldható, mert nincsen olyan helyünk, ahol egy ilyen nagy kaliberű rendezvényt meg lehetne rendezni, mert mindenki nagyon szeret disznót vágni, mindenki nagyon szereti a disznótorost, nagyon jó ételeket készítenek, és hát most ezt leredukáltuk a kolbászra, mert arra gondoltunk, hogy az, ami így kivitelezhető, és mindent úgy raktunk össze, hogy ezen a rendezvényen ez a lehető legjobban sikerüljön. Ledaráltuk a húst, olyan húst vettünk, ami ugye meg van darálva már, és az volt a lényege, hogy a csapatok, akik jelentkeztek, kaptak csapatonként 10 kg húst, egy erre a rendezvényre szimbolizált kötényt, és a kolbászbelet, illetve tányérokat, kenyeret, és a csapatok pedig hozták a fűszereket, amivel elkészítették a kolbászt, és ezt kóstoltuk végig. Azt illetően persze, hogy mitől lesz igazán jó ízű a kolbász, minden csapat másra esküdött. A felsőnánaiak például még a falu öregjeitől tanult módszer alapján dolgoztak, és remélték, a kóstolás után mindenki megnyalja majd mind a 10 ujját. Régiektől tanultam, nálunk nincs dekázás, gram, deka, én száj ízre csinálom, jobban, úgy mondom, de mindenkinek ízlése szerint kell csinálni a kolbászt. Most nem lehet azt mondani, hogy teszek bele 30 dekát 10 kg húshoz, közben nem is lesz jó. Én úgy gondoltam, hogy a mindenkinek az ízlése szerint van csinálva, a régiek is ugyanígy csinálták, mi is úgy csináljuk. Eközben a sátor másik oldalán a Kéthyi Nyugdíjas Érdekszövetség tagjai egy egészen más koncepció szerint, a precizitást alapul véve álltak neki a sütögetésnek. Hitvallásuk, bevált recepten ne változtass. Hát a jó kolbász az friss darált húsból, örölt paprika, örölt bors, fokhagyma, só, fűszerek és ki, ahogy gondolja, van, aki kömény magot is rak bele, mi nem raktunk bele, de a miénk a legfinomabb, az biztos, a mi csapatunké. Mi szigorúan mérünk, mindent mérünk, mint ahogy megszoktuk otthon. Az, szerintem az is egy jó kolbász elkészítésének a feltétele, hogy az arányok ugye nem csak a húsnak, ugye megvan a 10 kg húshoz, hogy hány kanál örökbors, vagy hány deka örökbors, de mi inkább dekázunk, lemérjük, és akkor az már biztos siker. Azért is tudunk jó kolbászt készíteni, mi ebben nőttünk fel, mi minden évben disznót vágunk. Sőt, most már eljutottunk odáig, hogy nem csak évente egyszer vágunk disznót, hanem nyáron, ősszel, tavasszal, kinek ahogy megnő a disznója, mert itt akinek van disznója és foglalkozik vele, akkor már hűtőládába is vágunk disznót. És ezért nekünk már akkora rutinunk van, hogy nem téveszthetünk. Főleg mi Kéthyi nyugdíjas tagok nem téveszthetnek. Aki pedig azt hitte, hogy a fiatalokat nem érdekli a kolbászkészítés tudománya, az bizony nagyot tévedett. A Kéthyi ifjabb generáció tagjai legalábbis nem átalottak kötényt kötni a derekukra és nekiállni a kemény munkának. Sokat láttunk is, sokat méricskézünk is, van mikor érzéssel csináljuk, de mindenkinek a saját íze szerint. Én ezt elörököltem, vagy eltanultam, inkább úgy fogalmaznék, mert amit láttam otthon, mert ugye otthon is tartottunk disznókat, amit otthon láttam és úgy kóstolgattuk, az nekem jött be. A csapatokat főként helyiek tették ki, de voltak, akik jóval messzebbről, időt, utazást és kilométereket nem sajnálva országhatáron túlról, egészen pontosan a lengyelországi Kéthyről, más néven Kentiből jöttek el idáig. A Tolna megyei és a lengyelországi Kéthy települések képviselő testületei komolyan vették a lengyel-magyar két jó barát kezdetű közmondást, és a történelmi jó viszonyt a jelenben is buzgón ápolják. Az elmúlt évek alatt egyre szorosabbra fűzték a baráti szálakat, és ma már szinte elképzelhetetlen, hogy egy-egy közösségi eseményen ne lenne ott a két település vezetősége, képviselete. Lengyelországnak egy olyan vidékéről jöttünk, ahol a mai falusi ember még foglalkozik saját termesztésű és elő
előállítású élelmiszerrel. Jó magam, a polgármesterségem mellett mezőgazdász vagyok, állattartással és növénytermesztéssel is foglalkozom. A mi családunkban ennek hagyománya van, és ez általánosságban elmondható a Lengyelország déli területein élők körében is. A kolbászok csak úgy sercegtek a forró olajban, és aki a helyszínen volt, már a felszálló illatokból érezhette, hogy itt bizony más eljárás alapján készült a harapnivaló. Talán most csodálkoznak, de sok magyar látogatott már ki hozzánk azért, hogy megnézzék, mi hogyan keverjük össze az alapanyagokat. Ugyanis nálunk az őrölt piros paprika nem része az előállításnak, így végeredményben a kolbász világos színű lesz. Hagyományosan sót és majorannát teszünk a húsba, és persze kiki ízlése szerint egyéb más fűszereket is belecsempészhet. Itt kétyen disznóhúst kaptunk az előállításhoz, de otthon mi emellé vathúst és marhahúst is szoktunk keverni a töltelékbe. Így nem tudjuk pontosan azt az ízt elhozni ide Magyarországra, amit szerettünk volna, de reméljük, így is finom lesz. A nemzetközi palettát tovább színesítve érsekkétyről, két felvidéki testvértelepüléséről is érkeztek vendégek, akiket nem csak a finom falatok csábítottak ide. Nagyon jó érezzük magunkat, nagyon jó akció, nagyon jó rendezvény. Én megmondom őszintén, utoljára itt 15 évvel ezelőtt voltam, és még mindig találok, úgy mondom, hogy ismerőseket, hála Istennek, fiatalokkal, akik még annó együtt fociztunk, egymás ellen fociztunk, és nagyon jó, nagyon örülök, hogy itt vagyunk, és bízok benne, hogy önök is visszajönnek, mi is ugyanúgy fogunk ide járni, ahogy úgy mondva, hogy a régebbi időszakban volt. Efelől kétségünk sincs, de arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen is egy igazi felvidéki kolbász. Nálunk az alapanyagban, amilyen felvidéki titok, vörösbort is teszünk a kolbászba. Úgyhogy 2 deci vörösbort tettünk a 10 kg húshoz. Bízunk benne, aztán majd a zsűri eldönti, hogy érdekeli, hogy ízlette vagy sem. Mi is nagyon szeretjük a kolbászt, és a magyaroké is isteni. Már idén nem sütöttünk semmit, de jövőre biztosan mi is készítünk valami finomat. Hogy ne csak a gasztronómiának, de a kultúrának is adózzon a rendezvény, a színpadot is megtöltötték élettel a helyi és környékbeli művészeti együttesek. A programok gerincét a Zombai Hagyományőrző Egyesület biztosította. Amikor a színpad deszkáin egymást váltják az előadó csoportok, a jó hangulat elkíséri az egész napot, és a jól lakottságtól már hátra lehet dőlni, akkor már csak egy valami hiányzik, hogy kerek egész legyen a szórakozás. A székekről Jolly és Suzy párosa állította fel a nézőket, na nem volt nehéz, hiszen jól ismert dallamok csendültek fel a falunapon. Étel, ital, zene, jó társaság, ez jellemezte a kéti falunapot, és hogy mindez létrejöjjön, az komoly összefogás eredménye volt. Azok a személyek, akik itt vannak a településen, mindent megtettek azért, hogy a polgármester ezt a rendezvényt össze tudja hozni, a képviselőtestület, a baráti kör, a civil szervezetek,
és mindenki más, akinek a munkájának az eredménye ez a mai rendezvény.